emese álmára gondoljanak csak, vagy a karácsonyi ünnep, amikor december 21-e téli napforduló, a kerecsen ünnep, amikor a madarakat fölküldik a magasba, hogy a fényt elhozzák az ünnep tiszteletére. A Magyar Solymász Egyesület és a Magyar Solymász Társadalom a magyar solymászat 2010. szeptemberében fölkerült az UNESCO listájára, mint védett örökség, mint a nemzeti kultúra része. Stimați spectatori, vedem o demonstrație de șoimărit. Această dinele picire are o vechime de 4-5 mii de ani. Are origine din Asia Centrală, dar a devenit o parte din cultura poporului maghiar și chiar a secuimei. Fogadják nagy szeretettel Magyarországról Krekát Zoltánt és Mihály Hajnalkát. Az első madár egy amerikai Harris héja, ez egy 5 esztendős hím példány. A ragadozó madaraknál a nőstény és a hím egyaránt alkalmas a vadászatra, viszont itt a tojó az a madár, amelynek a teste nagyobb és erősebb a hímeknél, ezért a nagyobb zsákmányok elejtésére is képes, mint például a mezei nyúl, a fácán és a nagyobb testű madarak. Először fegyelmező gyakorlatokat látunk, úgynevezett behívással, kézrehívással. Természetesen a madárnak a körülmények nem ideálisak, hiszen hallják, hogy aláfestő zene van. A műsorközlők is hangzavart keltenek a sok-sok beszédjükkel. Kecses, gyönyörű dolog. Gyönyörű dolog. Most mérik be Hajnalka és Zoltán. Mihály Hajnalka és Krekát Zoltán. Természetesen korvű öltözetben, ahogy azt a hagyomány tisztelőkhöz méltó. Ne felejtjék, hogy több mint 600 kilométert, közel 700 kilométert utaztak tegnap. Késő délután érkeztek meg, és a madarak is a gépkocsiban. În pofida condițiilor deranjante, ținând cont de mulțime, de sunete, aceste păsări îndeplinesc tot ce li se cere. Acum urmărim elemente simple de chemare la mână. Nagyon fontosak ezek a fegyelmező gyakorlatok, hiszen ha elengedte a solymász a madarát a vad után, és nem volt sikeres a pedzés, ugye így hívja ezt a